Itt van mellettem a világ második legszebb nője, hiszen Jessica Alba az első. Ne. Itt van mellettem Odi, de sajnos, aki ne. Szintén a legjobb női előadó kategória egyik jelöltje. Mit éreztél, mikor megkaptad ezt a jelölést? Hát majdnem infarktust kaptam, de ez nem igaz, nagyon örültem neki. Hogyha tegyük fel, megnyered, beválasz valami fogadást, hogy azt mondja, hogy én, Polgár Odett, ha megnyerem ezt a díjat, átúszom a tavat itt a Balatonon. Muszáj ilyet csinálni? Nem, muszáj, csak hogy bevállalós típus vagy esetleg ilyen téren mondjuk. Erre az vagyok? Nem. Levágunk egy Balatot együtt. Macsit adott. Ugyebár voltál már a színfalak mögött is, a kommenten is, nyilván betekintést lehetél egy-két olyan szituba, amit esetleg a kedves közönség nem láthatott. Mesélj már nekem egy-két olyan sztorit, amit el lehet mondani, mi vicces, jópofa vagy akár érdekes. Vicces, jópofa vagy érdekes, hát csak az van ott, csak az történik. Mindenki nagyon aranyos a másikkal általában, és... Húzd ki magad! És... Amit még tudni kell erről, szerintem az... Mesélj már valami vicceset, elesett valaki, valaki megtréfált, megcsikizték a hasat, belecsíptek mondjuk a nyakadba. Az nem 16 év alatti történetnek szólna, amit én mesélni tudnék. Dír, Polgár Odi, kimutatja maga fehérjét? De nem én voltam, én csak láttam. Akkor mondd, kivel kapcsolatos dolgot látta? Egy lány, meg egy fiú. Uncsi, figyelj! Az a helyzet ilyenkor, hogy kampányolni kell saját magadért, hiszen a közönség szavazata számít, és szeretném azt, hogyha kicsit így belenézni őszintén a kamerába, igen, és buzdítsd a közönségedet arra, hogy nyerjen Odett. Kedves közönség, szerettek engem, meg amit csinálok, akkor kérlek szépen kattintsatok egyet a vivacomet.hu oldalra. Inkább tizet. Tizet? Tizet is lehet? Tizet is lehet, korlátlan mennyiségűt lehet. Nem őrítesz meg? Nem őrítelek? Szóval korlátlan mennyiségűt, hogyha szerettek, és akkor megnyerem, és... Mindenkinek adsz 100 millió forintot. Ez a minimum. Hitel nélkül. Netto. Szuper, netto. Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy esélyes vagy te is. Ököd bele, drukkolok neked nagyon, baby. És hallgassuk meg most a... Ti is ügyesek vagytok, azt tudod? Te vagy. Te vagy. Nem te vagy. Hallgassuk meg Odettől a hagyat homlokot, avagy melyiket hallgassunk, a fantomot? Fantomot. Milyen fantom? Pusz.